És István sportért felelős államtitkár jó estét kívánok. Utoljára szeptember végén beszélgettünk arról, hogy elkészült a javaslat a sporttörvény módosítására annak érdekében, hogy szabályozzák a gyermekek ketrec harcát. Milyen fázisában van most ez a jogalkotási folyamat? Hát azt az örömhír tudom mondani, hogy a kormány a tegnap ülésén döntött, és a, egyrészt a sporttörvény módosítását benyújtjuk a parlament elé, illetve egy kormány, rendeletet módosított a kormány, amelynek köszönhetően betiltjuk a 14 év alatti, tehát a kiskorú gyermekek ilyen típusú versenyeztetési lehetőségeit. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog volt ez, hiszen valóban olyan komoly társadalmi felháborodás váltott ki. A kormány időben lépett, elvégeztük azokat a szükséges, ha tetszik, társadalmi egyeztetéseket, amelyek mindenképpen indokoltak egy törvényjavaslat módosításakor, egy törvény elfogadása előtt, mind a Magyar Olimpiai Bizottság szakembereivel, mind a sportági szakszövetségek vezetőivel, tehát a küzdősportágokban jártas emberekkel, karate szövetséggel, gyúdó szövetséggel, birkózó szövetséggel, tékvandó szövetséggel és többiekkel, sőt, családvédelmi szervezetekkel is egyeztettünk, és ezt követően került a kormány asztalára a törvény módosítási javaslat, és a kormány ezt támogatta, és most a parlament is remélem, hogy támogatni fogja mi Csak azoknak, akik esetleg nem emlékeznek, ugye nyáron volt egy sajnálatos eset, amikor cseppelen úgy úgymond gyerekeket védő felszerelés nélkül, és hárman meg is sérültek. A kormány rendelet külön, arra miért, von, miért volt szükség? Tehát a rendelet maga mit szabályoz? Ugye azért, mert ez egy sajátos jogi helyzet, sportjogi helyzet mondjuk így, Még pedig abban a vonatkozásban, hogy ez a bizonyos MMA, 2 harc típusú tevékenység, ez ma, jelenleg, mivel ez egy új jelenség a világban, nem rendelkezik nemzetközi sportági szakszövetségi jogosultságokkal, nincsen ilyen szövetsége, hazai szövetsége sincsen sportági szakszövetsége. És a hatályos sporttörvényünk sportszervezetekre, sportági szakszövetségekre vonatkozik, tehát sporttevékenységre. Ezért viszont körbe kellett írnunk, hogy mi ez a tevékenység. Ez egy szabadidős jellegű sporttevékenység. Ezért a sporttörvényt, ha csak kizárólag a sporttörvényt módosítjuk, ezzel nem tudunk rányomást gyakorolni, vagy hatást gyakorolni. Viszont ugyanakkor szükség volt a sporttörvény módosítására is, mert látjuk azt, hogy vannak olyan típusú jelenségek a nemzetközi világban is, hogy bizonyos elfogadott sportági szakszövetség mögé beépülnek az ilyen típusú versenyek, és ezért szükség volt arra, hogy szabályozzuk a küzdősportágak vonatkozásában is az ilyen típusú versenyeket, tehát magyarul védőfelszereléseket írunk elő, sportolvosi jelenlétet írunk elő, pénzügyi szankciókat, egyéb más, akár büntetőjogi szankciókat is előrünk, nyilván a BTK eszközeivel. És a kormány rendelet viszont a kötelező sportolvosi jelenlétet írja elő, és számos olyan szigorítást, ellenőri jelenlétet ír elő különböző ilyen típusú küzdősportos versenyeken. Tehát megpróbáltuk körbeírni uh -huh. úgy ezt a tevékenységet, amelyel kimondtuk a sporttörvényben is, hogy ilyen versenyek nem szervezhetőek, tehát kiskorúaknak, Kethetsz-Horc verseny nem szervezhető Magyarországon. Tehát 10, 10, 14 éves tefő. kor alatt egyáltalán nem lehet, egyáltalán védőfelszerelésben sem. sem, tehát ezek a full, full kontakt küzdelmek, Igen. ezek. Egyébként eddig akkor ezek szerint, amikor Magyarországon ilyen versenyeket szerveztek, akkor ez nem volt illegális, hanem egyszerűen nem volt szabályozva ez a kérdés? Hát amennyiben természetesen mondjuk például fogadásokat kötöttek erre, ezt nem tudjuk, majd az ügyészség megvizsgálja az adott esetben, hiszen feljelentés van az elmúlt versenyek okán, meglátjuk. Az nyilván az illegális tevékenység, az, az büntetendő tevékenység. Mm -hmm. Az, hogy ilyen versenyeket rendeztek, az, az valóban egy érdekes jogi kérdés, hogy mondjuk a, a törvényes képviselő, a szülő, az edző felelőssége az hogyan állja meg majd a helyét, mert szerintem jó szándékú szülő nem küldi a gyermekeit ilyen küzdelmekbe. Úgyhogy én úgy érzem, hogy most a kormányzat elvégezte a szükséges egyeztetéseket szakmai alapon is jó az álláspontunk, de egyébként pedig nagyon fontos célt fogalmaztunk meg, és azért sérülhetett volna ez a cél, mert a sport azért nemes esügy. A sporton keresztül lehet nevelni a gyermekeinket. A sport egy pedagógiai eszköz is. Önismerete nem a gyermekeket, de a fair play-re is, a sportszerűségre, a tisztességes játékra. Mi ezért a sportot stratégiai tekintjük és támogatjuk is a sporttevékenységet. De ez legyen sporttevékenység és legyen tisztességes küzdelem. Ezért minden olyan, ami egy jó ügyet károsan érinthet. Ezekkel szemben komolyan, határozottan és keményen föl kell lépnünk, és ez történt most. Világos, ugye a 14 és 18 év közötti korosztály számára már lehet ilyen küzdelmeket szervezni, csak szigorú feltételek mellett? Szigorú feltételek mellett védőfelszerelés mindenképpen indokolt, sportolvosi jelenlét folyamatosan indokolt, nyilván sportolvosi engedélyek előzetesen. A sportági szakszövetségek részéről szükség van ellenőrökre, tehát olyan szakmai kontroll mellett, amelyeket ez a versenyeket figyelik, és akár le is állíthatják, hogyha ott bármilyen olyan rendelenséget tapasztalnak, pénzügyi bírságot vethetnek ki, és nyilván aki, ha mondjuk tegyük föl, mondjuk a bármelyik sportági szakszövetség mögé beépülne egy ilyen rendszer, akkor ott a sportági szakszövetség az állami támogatást tól is mentesülhet, amennyiben megszegi a, a, az elfogadott versenyrendszert, azokat a szabályokat és a sporttörvényt, akkor megvonhatjuk tőle az állami támogatást ez, is. Ez a büntetés járhat azoknak a szervezeteknek, akik megszegik a szabályokat, hát mondjuk, vagy... Mondjuk láttunk olyan nemzetközi példát, hogy nyilván nem a... nem tudom én a a szövetség mögé bújtak el az ilyen típusú tevékenységet végző és rendező szervezetek, vagy csoportok, hanem, hanem a sportok világában sportági szakszövetségek mögé. Azt nem szeretnénk itthon ezt a gyakorlatot kialakítani, tehát ezért igyekeztünk szabályozni a, a, a jelenleg a sportolni hatája alá első sportági szakszövetségek ilyen típusú versenyeit is. Tehát fokozott és vannak éve a sportolók, és nyilván életkorukokán az utánportáskorúak a gyermekek, a fiatal őket fokozottabban kell védeni, hiszen a gyermekeink a jövő, és a sporton keresztül sportoljanak, mert azt szeretnénk, hogy minél több gyermek sportoljon, ez a nagy társadalmi politikai célunk is, mert a sport nem esít, a sport az egy jó dolog, de de minden, ami, ami hát nyilván emberek vagyunk, mindenhol fölütheti a fejét olyan jelenség, amely ezeket a jó ügyeket esetleg elvéti rossz irányba, ezért kell nekünk föllépni, és ezért kell helyes irányba terelni a folyamatot. A, a korhatár, ugye, hogy 14 éves kor alatt nem lehet ilyeneket szervezni, ezt Igen. nem gondolkodtak azon, hogy ezt fel kellene emelni akár Hát ugyanis például akik ugye megsérültek akkor nyáron, ők is egy kicsit idősebbek voltak, tehát ez nem ez veszélytelenebb 16 éves korban. Én azt hiszem, hogy, hogy tehát az eddigi egyeztetések alapján, tehát ami a szakmát jelenti, a sportvilágát jelenti, ott ez a került meghatározásra, mi ezt természetesen átvettük, és, és, ilyen alapon készítettük el a szakmai javaslatunkat, a jogszabály módosítás Van egy parlamenti vita vég, megnézzük, hogy milyen uh, egyéb módosító szándék és módosító javaslat mutatkozik meg, ha lesz ilyen, meg fogjuk vizsgálni, és megnézzük, rá, hogy... nyitottak vagyunk, megnézzük, természetesen az észszerűség keretei között uh, túlszabályozni sem szabad valamit, hiszen azért a küzdősportoknak egy, egy, egy egészen kiforrott uh, szabályrendszere van, a judótól a birkózásig, az ököljúváson keresztül a karatéig, tehát uh, ott ilyen típusú uh, fokozott veszély nem állt fönt ezért nehogy túllőjünk a célon, tehát meg kell találni a megfelelő középutat. Szerintünk most ez a javaslat egy jó javaslat, megnézzük, lefolytatjuk a parlamenti vitát, és meglátjuk. Mikorra hogy várható a... ebből elfogadott törvény? Hát én azt ígértem, hogy az őszi ülésszak folyamán elfogadjuk. Én bízom benne, hogy elindul a parlamenti menetrendben ez a, ez a jogszabály módosítási anyag, és remélem, hogy december elején ez elfogadásra kerülhet. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a meg